Hírlevélben volt, hogy kb. 40 óra egy cég elemzése. Léci, mondjátok el részletesebb, hogy milyen lépései vannak ennek, mennyi idő, mi mennyi idő az elemzés során. Ez egyértelműen a ti kérdésetek, addig meg megnézem, hogy mik érkeznek csetben. Mi korábban összeraktunk egy ilyen process leírást tulajdonképpen arra, hogy mit is csinálunk, pont azért, hogyha esetleg részben például bővülne a csapat, akkor <laughs> egyértelmű legyen, hogy milyen feladatok vannak, milyen részmunkafolyamatok vannak bizonyos nagyobb blokkokhoz. Ide beraktam nektek azt a kis táblázatot, ami az új fact legyártásához szükséges feladatokat, meg így kb. hozzá azokat felsorolja, és kb. hozzárendel valamilyen idő feltételezett időigényt. Ugye 40 óra elemzést azt úgy kell érteni, hogy két embernek megy bele összesen körülbelül ennyi ideje, tehát ez fejenként kb. ennek a fele, ami nagyjából látszik, hogy ilyen három, három munkanapba beletelik nekünk általában egy ilyen céges mélyelemzés. Az első lép, gyorsan végig mennék, de amúgy meg tudjátok állítani, el lehet olvasni itt részletesebben, hogy miket írogattunk. Üm, nyilván az első lépés általában egy éves jelentéssel olvasása, és annak a felboncolása, ez azért ilyen két-három óra minimum, de azért van, ahol jóval több egyébként. Ezek az idő becslések de nagyon erős becslések, tehát van, ahol valamelyest ezeknél lehet kevesebb, többségében inkább szerintem több, tehát inkább alul van becsülve, mint fölül. Tehát ez az elsődleges lépés, aztán a legutóbbi egy pár négy éves jelentést mindig elolvassuk, hogy valami aktualitás van-e a céggel kapcsolatban, meg hogy jobban megérezzük, hogy, mostani, hogy most jelenleg milyen a biznisznek a dinamikája, plusz az összes ilyen menedzsmentel kapcsolatos szubjektív megítélés, illetve tőkeallokációval kapcsolatos kommunikáció az innen. Származik azért ez is több óra, amíg ezeket elolvassuk, feldolgozzuk. Utána szokott következni az, hogy valamilyen stratégiai céges prezentációt keresünk, ugye ezek nem az ilyen szokásos negyedéves jelentésekkor megjelenő prezik, bár valamelyiknél, valamelyik cégnél ez sem rossz, hanem amiket ritkábban tartanak, meg ilyen investordélyeknek szokták a legtöbb cégnél hívni, és tényleg egy ilyen átfogó stratégiai roadmap, egy ilyen tervet mutat be a menedzsment, ezek általában ilyen 3-4 órás webinárok, amiket vagy a prezit szoktuk megnézni, hogyha, hogyha nem, látjuk értelmét annyira meghallgatni az egészet, de azért én például nagyon sokszor meghallgatom az egész webinárt, meg a Peti is egyébként, kicsit felgyorsított sebességgel nyilván. Úgyhogy ezek kb. ami a céges kommunikációs csatornákon át megszerzett információk, és akkor ez a negyedik, ötödik, hatodik azért is karikáztam be ilyen pirossal, mert ez aztán teljesen ilyen, ilyen fekete lyuk, tehát ehhez igazából az idő hozzárendelése majd, hogy nem teljesen felesleges az interneten való turkálás minden másért, ami, ami, még egy ilyen blank space, vagy, vagy, vagy nem, nem, tiszta, nem tiszta a tézis, a tézisnek egy része, az abszolút, abszolút szubjektív, hogy mennyi időbe szokott elni. Igazából itt a Google, YouTube összes ilyen céges valami íromány, amit találunk a neten a cégek kapcsolatban, azokat meg szoktuk nézni. Egy dologra szoktunk odafigyelni, hogy kész elemzőnek, a tézisét ne olvassuk el, csak akkor, amikor már van egy saját véleményünk a cégről, ezt erre már korábban is utaltunk, mert sok ilyen visszajelzést hallottunk nálunk sokkal profi befektetőknél, nálunk násokkal sokkal profi befektetőktől, hogyha először egy szubjektív elemzői véleményt olvasol el, akkor tudatalat már befolyásolt téged a céggel kapcsolatos véleményedbe ez a továbbiakban és ha ezt megteszed, mielőtt neked lenne egy kialakult véleményed, legalább egy ilyen kezdetleges véleményed, akkor, akkor ez, az, az, nem túl jó. Úgyhogy mindig a Morningstar elemzést, meg egyéb minden más elemzést, amit találunk, azt utoljára hagyunk. Általában azért szoktak benne lenni olyan érdekességek, amiket még beemelünk, tehát mindenképp van értelme, csak, csak tényleg már egy meglévő tézisre húzzuk azt rá nagyjából. És akkor ezután következik még az, hogy mindent disztilálni kell egy kvantitatív modellben, ami megint csak szubjektív, hogy mennyi idő van, amelyik cégnek kávé van egy szegmense, meg egy üzletmenete, és, vagy egy, üzleti tevékenysége, és akkor nagyjából ez hamar le tud zajlani. Van, ahol teljesen, teljesen szívás, mert nagyon sok üzletmenet van, teljesen eltérőek a növekedési dinamikák, meg a profitabilitási dinamikák is a szegmenseken belül, és akkor itt csörgélünk sokáig Petivel, hogy összerakjunk valamilyen kvantitatív modellt, ami a tézisünket is tükrözi, meg a, meg a historikus számoktól sem szakad el teljesen. Ö, és akkor a vége az, hogy a kvalitatív megfontolásainkat is átbeszéljük a modell után, ami alapján összerakunk egy részletes vázlatot, és ebből lesz végül majd abban is, ezt nem is karikáztam be, tehát az, hogy megírjuk, ez egy külön történet, nyilván a Falconhoz meg kell mindig írni, de hogy a research részébe nagyon-nagyon-nagyon sok beszélgetés is van a végén, megint csak azt hiszem egyetértesz, attól függ, hogy mennyire bonyolult a vállalat, meg mennyire bonyolult az adott tézis, ahol az, ott nyilván mi is belőjük, hogy ne ezt jó lenne mondjuk egy délelőtt alatt megbeszélni, és akkor ülünk háromkor, hogy hát azt akkor nem is került megbeszélni egy délelőtt alatt, mert muszáj volt itt maradni addig, hogy ez, hogy ez összeálljon, de mindig nyilván belerakjuk azt, a, azt az időt meg mennyiséget, hogy, hogy a végén a végtermék az olyan annyira jó legyen, amennyire csak tudunk, amennyire jó elemzői kapacitásaink vannak az adott pillanatban. Úgyhogy ennyi nagyjából a, a rövid válasz látjátok itt ezeket a hozzárendelt időket, hát ezek mondom ilyen erős becslések, általában inkább túlcsúszunk azért ezeken. Úgyhogy sok idő, sok idő megy bele, de nyilván a, végső fekcsít után azért, azért mind a ketten ki tudnánk állni, és el tudnánk mondani a, a bull meg a bertézist is egy cél céggel kapcsolatban, és meg is tudjuk azért indokolni, úgyhogy ez a cél mindig. Szerintem ez nagyon korrekt volt, meg tök jó lenne, ha annyi jönne át, ha ebből az IBK részből összesen annyi a konklúzió, hogy aki egyedi részvénybefektetésben gondolkodik, az tök jó tenné, hogyha nem hinne az ilyen itthon oktatás címszó és álca alatt kommunikál dolgoknak, hogy megveszel egy Gordon modellt, nem tudom, x képzés címszó alatt eladva, beleírsz három számot, és az megmondja neked, hogy mennyit ér a részvény. Persze. Uh, most nem a persze volt az első szó, ami eszembe jutott, csak ezt, ezt, ezt elbírja a felvétel. Tehát, hogy az a helyzet, hogy nagyon nagyon furcsa dolgokat árulnak Magyarországon, és ez nem biztos, hogy amúgy csak hungarikum, részvényes, meg befektetési oktatás címszó alatt. Legjobb tudásom szerint, 20 éve foglalkozom azért ezzel a témával, ezt valahogy úgy indokolt csinálni, ahogy, ahogy mi csináljuk a háttérben a Falconnál, és ez full time job, tehát ezt nem lehet szépíteni, ha valaki ezt normálisan csinálja, akkor ez irgalmatlan mennyiségű idő, irgalmatlan drága adatok, most ebbe bele sem menjünk. Tehát ez nem működik úgy, hogy három számot beírsz egy -be, aztán megmondja, hogy mennyit ér ez a részvény. Lehet vele szerencséd, meg utólag tök jó esettanulmányokat össze lehet rakni, hogy milyen egyszerű volt, milyen jó befektetéseket csinálni, de nem igazából ez, ezek általában fals, fals összképet mutatnak, maradjunk ennyibe, és nagyon szépen sikerült megfogalmaznom. Ha tetszett ez a részlet, és kíváncsi vagy a teljes videóra, akkor látogassd meg az intelligensbefektetők.hu oldalt, amit a videó leírásában megtalálsz. Ha te is szeretnél befektetőként velünk közösen a következő szintre lépni, akkor pár kattintással részese lehetsz egy egyedi, heti rendszerességgel frissülő, szigorú szakmai elvek mentén összeállított platformnak és a köré épülő támogató befektetői közösségnek. Reméljük hamarosan téged is klubtakként üdvözölhetünk, addig is szívesen állunk rendelkezésedre e-mailben a hellokukacintelligensbefektetők.hu címen.